az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek! Kedves testvérek, szeretetben köszöntelek benneteket itt Heidenheimban, ezen a csodálatos februári ragyogó szombat délutánon. Ha kezünkbe vesszük a mai éneklapunkat, az introitusban a 90. zsoltár egy fohászát ismételgettük. Hozzád kiált az én, és én meghallgatom őt, megmentem és megdicsőítem őt. Mennyire jó nekünk tudnunk azt, hogy bátran és bizalommal szólíthatjuk meg mennyei atyánkat, tegyük is reménnyel és bizalommal a mai nagybőjt első vasárnapi szentmiséjében. A mostani szentmisét az egyéni szándékokon túl felajánlom Petrovai, a Bokote és a Tájsz család elhúgyjaért. És számomra a mai napnak van egy, mondjam így, különös üzenete is, hiszen 8 évvel ezelőtt, szinte napra pontosan egykori lelkipásztor, pap, jó barátom, Botár Gábor atya ezen a napon hunyt el. És ahogyan erről a tegnap délután is szóltam Stuttgartban, évek távlatából nyilván fáj szeretteinknek az elvesztése, de már nem annyira a veszteségeinkben siratjuk önmagunkat, hanem helyet biztosítunk a hálának és a köszönetnek, amelyben mintegy megköszönjük, megháláljuk közös útunkat, a barátságot, mindazt, ami bennünket a közös út során összekötött. Gábor barátom, így gondolok ma rád, így fohászkodom érted, és mondok köszönetet, hálát jó Istennek, hogy megismerhettelek, és több évtizedre szóló barátságot köthettünk, amelyben mindig támogattuk és kísértük egymást. Gábor barátom Székelyudvarhelyen egy nagyon fiatal, lelkes, nagy közösséget vezetett, és amikor én lelkipásztorként és barátként fel akartam töltődni, akkor mindig autóba ültem, elszaladtam hozzá, mert mindazt, amit ő ott lelkipásztorként megélt és megvalósított azzal a közösséggel, a számunkra példaértékű volt, maga volt a csoda. Itt tettem róráték alkalmával, amikor is ott Székelyudvarhelyen a Kisszenterész templomban reggel 6 órakor kezdődtek a róráté misék. Zsúfolásig megtelt. Az egyik buszos vállalkozó, Sándor Tamás barátunk ugyancsak mindig felkínálta, hogy hozza és viszi az iskolásokat, a felnőtteket, és ott reggelről reggelre, adventi időben lehetett látni, hogy milyen csodálatos, mély hitélet van. De ugyanez más alkalmakra is vonatkozott. Hála jó Istennek, hogy most azt a munkát, amit ő annak idén elkezdett, és át kellett adnia, azt egy lelkes csapat viszi tovább a lelkipásztor társaimnak, abban a jó szolgálatban szintén erőt és kitartást kívánok. Vizsgáljuk meg lelkismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem,
Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Mindenható Istenünk, add kegyelmedet, hogy a nagybőti szent időszak évenként visszatérő gyakorlatai által egyre jobban megismerjük Krisztus életének titkait, és méltó keresztény életünkkel igazodjunk hozzá, ki veled él és szeret bennünket a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Foglaltok helyet, míg Ákos idején, mert beállított a kamerát az ambóra. Hadd mondjam el, hogy egy gyönyörű szentírási rész hangzik el. Hallgassuk. Olvasmány Mózes első könyvéből. A vízözön után Noé kijött a bárkából, és hála áldozatot mutatott be. Ekkor Isten így szólt Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak. Íme, szövetséget kötök veletek, utódaitokkal és minden élőlénnyel, amely veletek van. A madarakkal, a házi állatokkal és az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetségemet, többé nem törlöm el valamennyi élőlényt a földről, vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet. Aztán így szólt Isten. A szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek lévő minden élőlény között, minden nemzedékre, ez lesz a jele. Szivárványt helyezek a felhőkbe. Ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között. Ha összegyűjtöm a föld felett a felhőket, és a szivárvány megjelenik a felhőkön, akkor megemlékezem szövetségemről, amely fennáll köztem és köztetek, mely minden élőlény és test között. A vízből nem lesz többi vízözön, hogy minden lényt elpusztítson. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Thank you.
azoknak, akik szövetséget, törvényét megtartják. Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, Krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez, és hírt vitt nekik. Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült. Ebben csak néhányan, mindössze 8-an menekültek meg, épp a víz által. A vele jelképezett keresség most titeket is ugyanígy megment, hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által. Ő azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek az ő uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglalt helyet. Ez az Isten igéje. Dicsőség és hála néked, néked, Úrunk Jézus. Dicsőség és hála néked, néked, Úrunk Jézus. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben a lélek kivitte Jézust a pusztába, 40 napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette Isten evangéliumát. Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ezek az evangélium igéi. Foglaljunk helyet. Krisztusban szeretett testvérek, nagybőt első vasárnapján az elmélkedésemnek ezt a címet, mottót választottam, amely az imént elhangzott evangéliumi rész utolsó mondata volt. Betelt az idő, közel van az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Egy képpel szeretném indítani az elmélkedésemet, és azt kell mondanom, hogy ez a kép nem csak a sajátom, hanem
talán kivétel nélkül mindannyiunk képe is benne egyéni megérzéseinkkel. Szinte mérhetetlen formában, de felgyorsult a magunk élete. Az élet minden területén ezt tapasztalhatjuk és ezt figyelhetjük meg. Rohanunk eszeveszett módon, olykor túlfeszített tempót diktálva, egyszerűen versenyt futunk az idővel. A nagybőjt, mint kegyelmi idő, abban hivatott, hogy felkészítsen bennünket húsvét ünnepére. És az első feladatunk ebben a rohanásban, hogy egy picikét lassítsunk. Természetesen ez részünkről egy tudatos döntés kell, hogy legyen. És aztán mindenki meglátja, hogy a mindennapokban hogyan is jelenik meg az a fajta kísértés, amely újból gyorsítani akarja a magunk életének a ritmusát. A feladatunk, hogy rátaláljunk az úgynevezett minőségi időre. Hogy kinek mit jelent a minőségi idő, az természetesen egyénenként változik. Van, akinek egy nagyszerű séta a természetben, ilyen ragyogó időjárásban már minőségi időt jelent, kikapcsolódást, feltöltődést. Másnak egy könyv olvasása, egy baráti beszélgetés, egy izgalmas foci meccs megtekintése, itt vagyunk Heidenheimban, sokan élnek is ezzel a lehetőséggel, és sorolhatnám természetesen tovább. Egy kicsit lassítanom kell, gyakorolnom kell, meg kell tanulnom. És ez a gyakorlás végső soron a minőségi időből el fog vezetni az úgynevezett én időmben. Első hallásra ez a fajta megfogalmazás egy kicsit önzőnek tűnhet. Hogyha odafigyelek az én időmre, akkor ez nem azt jelenti, hogy ezt elveszem valaki mástól, másoktól. Házastársamtól, gyermekeimtől, családomtól, barátaimtól, munkatársaimtól. Szükségem van az én időre azért, hogy ha megerősödöm ebben az én időben, annál értékesebben és tartalmasabban állhassak rendelkezésére mindazoknak, akik számomra fontosak, akik számára én fontos vagyok. Az első olvasmány a vízözön utáni szövetségkötésről szól. A víz, az özönvíz, a maga természetéből adódóan mindent elpusztít maga körül. És mégis a pusztító víz éppen az Isten kínálta szövetségen keresztül Noénak és családtagjainak az életet fogja jelenteni. Megmenekülnek. És ennek jelképe örökre a szivárvány. Az a gyönyörű szimbólum, amely sajnos az utóbbi időben elvettek tőlünk. Kisajátították ezt a szimbólumot. De mi keresztények akárhányszor az égen ezt a gyönyörű szimbólumot, a szivárványt megpillantjuk majd. Ne feledjük, Isten szövetségre lépett velünk. Felkínált az ő barátságát, az ő szeretetét, és természetesen ennek ára van. Fel tudom-e ismerni a mostani, a kegyelmi idő kínálta lehetőséget, amelyben az Istennel kötött szövetségemet szorosabbra fűzhetem, még inkább megerősíthetem. A Szentlecke, amely Péter apostol első leveléből való,
úgy is tekinthető, mint egy biztató és egy bátorító üzenet. A szövetség Istene képes volt Noét és családját megmenteni a vízözöntől, a vízözön által, és ugyanakkor ez a fajta szövetség, az Isten kínálta szövetség nem ér véget, hiszen Jézus Krisztusban újból szövetséget kínál számunkra. Ő, aki mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve, a vele jelképezett keresség által kiment bennünket a bűn özönből, úgy, ahogyan hallhattuk azt a mai szentleckében. Mikor lépünk mi szövetségre Jézus Krisztussal? Amikor megkeresztelkedünk. És a keresztség szentségének kiszolgáltatásában mindannyian emlékszünk a gyönyörű szimbólumra, a keresztvízzel történő megjelölésre. És a keresztvízzel történő megjelölés, vagyis a megkeresztelkedés, azt üzeni, azt jelenti a megkeresztelt számára, és mindazoknak, akik jelen vannak, szülők, keresztszülők, a hívő közösség, hogy a keresztvíz az megtisztít, lemossa bűneinket. A keresztség szentségében az áteredő bűnt, és természetesen a személyes bűnöket is. És most, amikor a nagybőd kegyelmi idejében a keresztség szentségének teológiai hatását újra éljük, értelmezzük, akkor igen, hisszük, hogy a bűnbánat szentségén keresztül, amely mint egy megújítás a keresztség szentségének, újból megszabadulunk bűneinktől, és Krisztus az ő vére árán tisztára mos bennünket. Feladat mindannyiunk számára most a nagybőd kegyelmi idejében a keresztség szentségének újra megélése és a szentség kínálta üzenet sajátunká tétele. Végül Márk evangéliumából, amúgy is a Márk evangélium a legrövidebb evangélium, egy nagyon rövid részt hallhattunk. Így kezdődik. A lélek kivitte Jézust a pusztába. 40 napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Márk evangéliumának rövid leírása mindannyiunk számára egyben a legvilágosabb, legtisztább, biztató üzenet. Válasz arra fajta emberi magatartásra, amely gyakorta hatalmába kerít engem is, téged is. A soha semmire nincs időm. Egyfajta pánikszerű, önmagam elől menekülő védekezési mechanizmus ez. És legyünk őszinték saját magunkhoz, hányszor bújtunk már e mondat mögé. Soha semmire sincs időm. Állandóan rohanok. Jézus mielőtt elkezdi nyilvános működését, időt kínál saját maga számára. 40 napra visszavonul a pusztába. A puszta hely, a 40 nap pedig az idő. És akkor nagyon könnyű a párhuzamot felfedeznünk, mi az ember élete? Hol játszódik az ember élete, az én életem? Térben és időben. Világos. Igen, emberként a tér és az idő, mint alapvető koordináták, a sajátom is. Térben és időben élek, így vagyok meghatározható, így vagyok körülírható. És ahhoz, hogy valóban létezzem, hogy ne csupán csak úgy egyszerűen ellegyek, vegetáljak, olykor lassítanom kell, visszavonulót kell fújnom,
méghozzá időben. És meg kell teremtenem magamban azt a fajta csendet, amely lehetőséget kínál arra, hogy benne újból önmagamat a szerető, a gondviselő Isten jelenlétébe helyezhessem. És így benne megújuljon a magam élete. Ha sikerül ezt a fajta helyet, a puszta ezt is jelenti, biztosítani magam számára és benne az időt, akkor esélyt kínálok magam számára. Én néhány jelzőt még összeírtam, készülve a mai elmélkedésre, hogy mit értünk a puszta alatt. A puszta egy kietlen hely, a kiszolgáltatottság helye, a védtelenség helye. Hely, ahol hatalmába keríthet a félelem, de ugyanakkor a puszta lehet a csendnek, a nyugalomnak, a pihenésnek, a békének helye is. Ahhoz, hogy ez a puszta termékenyítően hasson rám, hogy ne legyen ez a félelemnek, a kietlenségnek, a kiszolgáltatottságnak a helye, sokkal inkább a megbékélésnek, a csendnek, a békének a szigete, keresnem kell. Méghozzá időben. És ha ott vagyok, ha rátaláltam, akkor adjak időt magam számára. Talán nem 40 napot, de néhány órát, néhány percet mindennapjaimban. Akár egy kirándulás, egy jó kerékpározás, egy lelki gyakorlat, vagy rövid zarándoklat segítségével, egy jó szentgyónás segítségével, amellyel aztán sikerül megújítanom életemet. Isten ugyanis arra hív meg, hogy ebben az időben, kegyelmi időben jobban megismerjem őt. És ő általa természetesen magamat is. Áldott kegyelmi időt, benne az én időmet is kínálom mindannyiunk számára. Amen. Örömmel valljuk meg keresztény hitünket, hiszek egy Istenben. És a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, kérjük testvéreim megváltónkat, hogy kegyelmével szívesen vállaljuk az önmegtagadás gyakorlását, és tisztítsuk meg lelkünket a bűnbánattal. A bűnbánatban eltöltött nagybőti szent idő szolgáljon lelkünk megújulására. Kérünk téged, hallgass meg minket. Püspökeink és papjaink hozzanak meg minden áldozatot a lelkek megmentésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Híveit megbocsájtó szeretete által növekedjék a földön a béke és az egyetértés. Kérünk téged, hallgass meg minket. Önmegtagadásaink és áldozatvállalásaink növeljék bennünk a lélek erejét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Önzetlen szeretetünk által tegyük boldogabbá családjaink életét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus,
Bőtöréssel és önfeláldozások példája mutatja, hogy az üdvösséget lemondás nélkül el nem érhetjük. Segíts hát, hogy bűnbánó és áldozatos életet éljünk. Kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzunk együtt, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, tégy méltóvá minket az áldozati adományok felajánlására, amelyekkel az áldott nagybőti időszak kezdetét ünnepeljük. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Amikor 40 napon át a földi tápláléktól megtartóztatta magát, megszentelte bőtjével az önfegyelmezésnek ezt a módját, a sátán minden cselvetését legyőzve megtanított arra, hogy a romlás kovászának ellenálljunk, így méltó lélekkel ünnepeljük a húsvét szent titkát, és az örök húsvétre is eljussunk. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és egy szívvel énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd el át szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vett a kelyhet is,
Ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Istent Atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyánk! Jöjjön el a Te országod! Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, Urunk Jézus, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, add meg a teljes egységet, kérsz és szeretsz bennünket, most és mindörökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Világ bűnei
Ím az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, kik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, könyörögjünk. Istenünk, te mennyei kenyérrel tápláltál minket,
Ettől növekszik hitünk, éled reményünk, erősödik szeretetünk. Kérünk, taníts meg, hogy Krisztusra az élő kenyérre éhezzünk, és élni tudjunk minden igéből, amely ajkadról származik. Krisztus, a mi Urunk által. Foglaltok helyet, áldás előtt a következőket szeretném hirdetni. Az áldás követően el fogjuk énekelni a harmadik oldalról a záró énekünket. Előtte egy Jézusom leborulok, jó? És akkor azzal mi be is fejezzük a szentmisének a rögzítését, a felvételét. Utána pedig megkérlek benneteket, hogy hozzátok el a gyertyákat, amelyeket magatokkal hoztatok ide, ki fogjuk helyezni az oltár elé, majd a záró éneket követően. Meg fogom áldani a gyertyákat, amelyeket aztán magatokkal visztek, hazavihettek. Lesz Balázs áldás is, illetve hamvaszkodás. Itt van már a német közösség által megáldott és használt hamvazó szerdáról, és ezeket a szép hagyományokat, szertartásokat mi mind-mind őrizzük és megtartjuk. A hamvaszkodra minden egyebet majd akkor ezzel kapcsolatosan természetesen el fogok még mondani. Szeretetben köszöntöm mindazokat, akiknek február hónapban névnapjuk, születésnapjuk, más családi ünnepük van. Jó Isten éltessen és tartson meg benneteket az ő szeretetében. Legközelebb még a nagybőjt során fogunk találkozni március hónapban, pontosabban március 16-án. Addig pedig hadd mondjam el, hogy a hagyományos stuttgarti csendes napokat fogjuk megtartani március 1-e és 3-a között, az 1-e egy pénteki nap, akkor veszi kezdetét az úgynevezett stuttgarti csendes napok lelki gyakorlat, de így az érdemi része, mondjam így, a lelki gyakorlatnak az szombaton lesz. Információk meg fognak jelenni honlapunkon, Facebookos oldalunkon, figyeljétek majd. Nagykárolyból, a Szatmári Egyházmegyéből érkezik a moderátor atya, Szolomály Sándor atya személyében, ő már volt itt közösségünkben évekkel ezelőtt, reméljük, hogy semmi sem jön közbe, és ő el tud jönni, és mint mindig Sándor atya külön értékes gondolatokkal fog majd bennünket megajándékozni. Ezzel kapcsolatosan annyit szeretnék mondani, hogy tudnunk kell természetesen, hogy kikre számíthatunk, mennyien fognak részt venni, hogy az ebédet olyan formában tudjuk majd biztosítani a résztvevőknek március 2-án. És aztán a záró nap az 3-án lesz, 9:30-kor nektek az van itt közelebb, Schwäbisch-Mündben, ugye csak át kell jönni a hegyen, és meg is teszitek ezt gyakran, jó néhányan, illetve délután 3 órakor Stuttgartban fog befejeződni a lelki csend, a stuttgarti csendes napok, a lelki gyakorlat. Természetesen a nagybőjthöz hozzátartozik a szentgyónás elvégzése, erre a mai alkalommal is lesz lehetőség a szentmise végeztével, majd meglátjuk, hogy itt hamar bezárják a templomot, vagy sem, mert a sekrest isnek igyekeznie kell 5 órára egy másik helyre, hanem akkor, ahogyan a múltkor is csináltuk, lent a Agápénál egy külön kis csendes sarkot helyett keresünk, vagy most jó idő van, ki is ki tudunk ülni, és szépen, ameddig arra szükség van, örömmel szívesen gyóntatok. Mindenütt nagy büszkeségben mondom el, hogy itt ez a szinte egyetlen hely most, ahol nagyon sokszor igénybe veszitek a bűnbocsánat szentségét, és én ennek különösképpen is, mint lelkipásztor, nagyon-nagyon örülök. Most a szentmise végeztével lesz ágápénk, ugye? Jól tudom. Jó. Köszönöm szépen. Fogadjátok az áldást. Az Úr legyen veletek. Áldjon és őrizzen bennünket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért küldetésnek van, menjetek békével.